A sárköz sajátos gazdag népművészettel rendelkezik, melynek kialakulása az ott élő református lakosság 19. században bekövetkező meggazdagodásának egyenes következménye. Jellegzetes a szőttes és a hímzés kultúra, a színes nemes anyagokból álló viselet és az ahhoz tartozó kiegészítők. Decsen ezeknek színes tárházát találhatjuk a helyi tájházban, mely a település egyik legrégibb és legnagyobb értékeként számon tartott épülete. Szintén nagy értékként tekintenek egy helyi lakos, Farkas Lászlóné munkásságára, aki nyugdíjba menetele után elhatározta, hogy megörökíti a decsi népviseletet. Bemutatja a sárköz, a sárközi emberek viseletét életképekben, a születéstől az elmúlásig, mindezt 200 zsűrizett babán. Jelentős örökségnek örvend a szintén nagy múltra visszatekintő decsi szövés hagyománya. A községben működött egy szövőüzem, mely a lakosoknak munkát tudott teremteni. A helyiek ehhez jelentősen kötődnek érzelmileg a mai napig. A gyár helyreállítására a település pályázott a TOP fejlesztések keretében. Ehhez egy pályázatunkhoz valóban érzelmileg is vonzódik a lakosság, hiszen emlékeik vannak róla, minden decsi lakosnak valaki biztosan dolgozott ott, tehát annak egy több százan dolgoztak ebbe a szövőüzembe, mi ezt szeretnénk helyreállítani ezzel, és hát most nem több száz munkahelyről beszélünk, mert ugye kezdésnek elég 20-30 ember is, de aki akar, az valóban majd ott tud szőni, és hát most már be fogjuk mutatni, milyen szőtteseket gyártottak itt Decsen, de hát az mellett, hogy itt meg tud indulni a sárköz szívében a szövés, tehát a hagyományainkat nem csak emlegetni tudjuk, hanem meg is éljük, meg is tudjuk valósítani, ahhoz minden decsi azért ragaszkodik, és az mellett pedig arra gondolunk, és ez szerintem ezért is nem csak egy ipari terület létrehozása, hanem egyúttal hát magának a turisztikai vonzerő javítása is szolgál, hiszen a szekszári borúthoz szeretném bekapcsolódni, hogyha jönnek ide Szekszárdra borkóstolóra, akkor akár Decse meg tudják nézni, milyen sárközi népművészet van, milyen szőttesek vannak, milyen hímzés van, és minden egy helyen ez a tájház és a kialakítandó szőlőház területén egy helyen ezt láthatnak. További fejlesztések is jellemzik a települést, ezek egyike az óvoda és az emelt szintű idősek otthonának korszerűsítése, amely magába foglalja mind a külső szigeteléseket, a napelemrendszerek telepítését, mind a fűtésrendszer korszerűsítését, szintén topos pénzből. Az óvoda területén az épület korszerűsítésén felül egy különálló bölcsöde kialakítása is folyik, és a konyha felújítása is megtörtént. Hát jelen pillanatban egy másik pályázatról van most szó, itt éppen mini bölcsöde kialakítására kerül sor az óvoda épületén belül, ahol szintén pályázat keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól DES település 9 millió forintot nyert, ebből alakítjuk a mini bölcsödét, és ha bejemegyünk, akkor az óvoda konyhája, a szintén egy pályázat keretében került felújítása, az pedig a Gazdasági Minisztérium által, ahol a Gazdasági Minisztérium 15 millió forinttal, illetve DES nagyközség önkormányzata 5 millió forinttal járult hozzá, egy teljesen megújult konyha kialakításához, és most jobb körülmények között ott tudna dolgozni a konyhán. Megszűnt az, ami eddig volt, hogy 5-6 éven keresztül ideiglenes engedélyen működik egy konyha. Most végleges az engedélyünk. Az idősek otthonában is jelentős fejlesztés kezdődik a településen. Hát akkor a topos energiakorszerűsítésnek az óvoda mellett ez a második része, az emelt szintű otthonnak a teljes körű felújítása, az összes nyílászáró, a körben vagyunk az épületekben, látszik, hogy rengeteg nyílászárót fog érinteni a beruházás, hőszigetelés, napelemek felszerelése, illetve a fűtésrendszernek a korszerűsítése került még bele ebbe az épületbe, ahol 90 időskorú élit minden nap, illetve 15-20 embernek állandó munkahelyet biztosít az intézmény. Szintén topos forrásból tervezik a település bel- és külterületi csapadékvíz elvezetésének kiépítését, ez nagyjából 6 km hosszan érinti Decs 400 ingatlanját. Antal Zsolt polgármester elmondása szerint ez nagy nyomást fog levenni a település déli részéről. A csapadékvízes pályázatunk pedig a belterületi része, itt végig a Szőlőhegy utcát érinti, az erre első déli részt, és egészen ki a
Dobonya csatornáig, ahogy mondtam, közel 6 km hosszan. Maga a pályázat előkészítése során körülbelül 400 ingatlan került felmérésre, tehát az a település nagy részét, a déli részét érinteni fogja, a legjobban az olyan helyeket, ami igazán veszélyeztetett volt a csapadék víz tekintetében, és ez most látszik is például az idei évben, hogy rengeteg helyen áll testtelepülésen a víz, most ez a déli részre ez megoldásra fog kerülni. És remélhetőleg ez csak egy első lépés, mert a település többi részén is vannak olyan helyek, ahol hát a csapadék vízlevezetést is meg kell oldani. És ez mellett, ahol most ellevezetjük a csapadékvizet, ott lesz kiépítve a külterületi út is, tehát magába véve egy egész részt fogunk itt kialakítani a település elkörésére és a csapadékvíz elvezetésére a TOP pályázatnak és a VP-s pályázatnak köszönhetően. Antal Zsolt elmondása szerint kiváló kezdeményezés volt, hogy a terület és település fejlesztési operatív programot a megyei önkormányzatokhoz helyezték, hiszen így a kis települések is részesülnek a támogatásokból, és ezt Decs is nagyon érezte, hiszen az említett három pályázatból kettőt már pozitívan bíráltak el.